Sziasztok, köszöntök mindenkit. Hát marra régen fociztunk, úgy gondolom. Ideje, hogy kicsit erről megint beszélgessünk. Főleg azért, mert magyar labdarúgás napi kis hírfolyamát nagyon fontos események rázták meg, és szeretnék erről néhány szót szólni. Nem mint egy szakértő, nem vagyok az, többször is elmondtam, nem mint egy labdarúgás gyűlölő ember, az sem vagyok, ezt is elmondtam többször, sőt nem nagyon szeretem a jó focit, hát egyről hazánk foci attól rohadt messze van szerintem, és nagyon sok mindenben kifogásom van a magyar labdarúgással és az azt körülvevő egyéb dolgokkal. Erről már beszéltem bővebben, és úgy gondolom, hogy máshol kellene egy picikét beszélni. Egy olyan egyszerű magyar állampolgárnak a véleményét szeretném megfogalmazni, aki mondjuk elmegy egy patikába, veszek háromféle gyógyszert, és fizetek érte 15 000 forintot, támogatva, és utána mondjuk elmegyek egy kórházba, egy vizsgálatra, és rám jön a szükség, pisilnem kell, kinyitom WC ajtót, és egyszerűen az undortól nem megyek be, vagy visszatartom, vagy roppant, elítélhető módon kimegyek a kórház elé valami zöld területet keresve, és egy bokör mögé elbújva végzem el a dolgom, de még inkább ez, mint hogy összeokádjam magam valamelyik kórházunk WC-jébe. Tehát egy ilyen egyszerű demagóg, szemlélettel rendelkező emberkének az agyával szeretném megmondani a véleményemet. Mi ez a két hír? Kezdjük az elsővel. Dzsudzsák Balázs csapatot váltott. Azt a kurva! Fú! Megnéztek bármelyik internetes hírportált, ott van az első hírek között. Ugye Dzsudzsák Balázs, a válogatottunk csapatkapitánya, vagy legtöbbször a csapatkapitánya, ugye egy roppant magas színvonalú bajnokságban, az Egyesült Arab Emirátusokban játszik, és ott is egy olyan csapatban, ahol úgy gondolták a vezetők, megindokolták, pontosabban az edző, hogy nem ugyanazt a teljesítményt nyújtja Dzsudzsák, mint amit várnak tőle, és alig várták a pillanatot, hogy szerződést tudjanak vele bontani, stb. Most ez a rendkívül magasan jegyzett külföldi csapat, ezzel rögtön mondom, ha jól mondom a nevét, Al-Ittihad Alba, jegyezzétek meg, hát körülbelül olyan szín, mint a Real Madrid szerintem, csak nem nehezebb kimondani. Na most innen ugye elküldték Dzsudzsák Balázst, de ugye a hír büszkén mondja, azonnal sikerült neki csapatot találni, mégpedig az ugyanolyan, vagy még színvonalasabb csapat, azaz Al-Kain, ugyanebben a bajnokságban, itt fog játszani Balázs. Én onnan ölök neki, már féltem, hogy baj lesz, és esetleg küldeni kell neki valami 10 órai csomagot, hogy valamit tudjon enni. Viszont mindenféle poénkodás félretéve, azért a magyar válogatott csapatkapitánya Egyesült Arab Emirátusokban játszik, és ott bizonyít. Hát jó, akkor mit várunk el mi a magyar válogatottól, hogy elvileg a magyar válogatottnak a legjobb, vagy egyik legjobb játékosa, egy ilyen, nem akarom megbántani senkit, de nem a legmagasabb színvonalú bajnokságban vitézkedik, és valamiért itt sem felel meg, legalábbis az Al-Ittihad Alba edzője szerint, akkor mégis milyen eredményt várunk mi egy esetleges európai bajnoki, mondjuk döntő, nem a nagy döntő, hanem a döntő selejtező csoportba való bejutás tolra-nak-ban. Tehát ha oda kerülne a magyar csapat, akkor milyen hatalmas eredményeket várhatnánk. Persze, de itt mondani, hogy ugye Horvátország ellen is milyen jó játszott a csapat, van persze, ilyen is van, meg van is utána 18 szó, meg nem. És akkor ezt a hírt így felpumpálva elolvassa az embert, és akkor mellette ott a sarokban ott van, hogy mit tudom én, egy 4 napja, vagy 5 napja, vagy egy hete, ugye Babos Tíma és páros társa megnyerte az Ausztrál Open Grand Slam tornát, nyilván az egy jóval színvonaltalabb valami, egy kevésbé érdekes sporthír, lehet, hogy én vagyok elfogult, és lehet, hogy túlságosan szeretem a női teniszt, de valahogy kicsit többre értékelem ezt a dolgot, mint hogy az Al-Ittihad Albából az Al-Kainba szerződött a egyik vezető magyar focistánk. Tehát ha körülbelül ezt a szintet nézzük, hogy itt vitézkedik egy játékos, akkor szerintem a nagy csodákat nem kell várni. Nem a lóvéről van szó, hogy ő mennyit keres. Ő dolga, amikor ugye az Eindhovenbe, ami egy nagyon-nagyon jó csapat, ugye, és ő nagyon-nagyon jól játszott, ugye mindenki
gondolta, hogy el fogja szerződni egy jóval nevesebb csapat, ami lett is volna lehetőség. Viszont ő úgy döntött, és ezt a döntését én abszolút nem kifogásolom meg, és nem is nagyon kérdőjelezem meg, mellett én is így döntenék, hogy nem elmegy egy nevesebb csapathoz, mondjuk a tartalék csapatba. Volt egy ilyen játékosunk, aki nem akarom megnevezni, nem akarom megbántani, a Liverpoolba játszott, talán az újpesti dózsából ment ki, akkor még úgy hívták a csapatot, a Liverpoolba játszott, nem játszott egy percet sem, a tartalék csapatban volt benn. Lehet, bocsánat, nem akarok hülyeséget mondani, hogy az első csapatban nem lépett pályára, de ez az max 10 perc volt. Tartalék csapatban volt, majd onnan is visszakerült hazánkba, az igazából semmi nem tudott bizonyítani. Gyugyák ehelyett ugye választott kevésbé színvonalas bajnokságokat, ahol viszont marha jól keresett. Hát ezt a szemléletet nem tudom elítélni, mert ugye a pénz az egy kurva fontos dolog az életben, sőt, sokan számára talán a legfontosabb, egész addig, míg az egészségükkel baj nincs, de ez egy más dolog. Nem tudom ezért elítélni, viszont nagy csodát akkor a fejlődésében nem lehet várni. Így is egy nagyon jó focista, hangsúlyozom, szerintem is, viszont ki tudja, hogyha tényleg egy olyan színvonalas bajnokságba kerül, ahol lehet, hogy tartalék csapatban van csak, és onnan nagy nehezen előrébb tud menni, hogy hova fejlődhetett volna. De mindegy, ez van, tehát a válogatottunk csapatkapitánya az Al-Kain nevű csodával vidézkedik. Sok sikert neki hozzá. A második hír, legalább olyan érdekes, hogy Nikolić Nemanja visszatér a Videotonhoz. Hoppá, de marha jó ez is. 32 évesen visszajön. Néztem reggel az interjút vele, ami igazán engem valahol, hát nem kiakasztott, csak megdöbbentett, de hát kb. Ennyire is számítottam. Ugye elmondja, nem anyja, hogy nem, tévitekkel ellentétben ő nem levezetni jön Magyarországra. Azt a kurva, tényleg nem baszki. Tehát azért a Vidinél tudni kell, nem vagyok beavatott, de én is tudok olvasni egy-két dolgot, meg utána nézni egy-két dolognak, és ezek abszolút nem titkos dolgok. Ugye az egyik legjobban anyagilag dotált magyar fociklub, legjobban kereső focistákkal. Na most tudni kell, hogy itt a csúcs focisták, akik a legjobbak, legalábbis papíron, azért közel 10 millió forintot keresnek havonta. Csúcsátnak azt hiszem 20 valamennyit ajánlottak, ő ezt nem fogadta el, ennek a kétszeresét kérte, tényleg teljesen megéri. De mindegy, tehát közel 10 millió forint a havi fizetésük. Hát azért, most bocsánat, de bassza meg a retkes kurva lótúró fasza, hogy valaki havi 10 millióért levezetni jöjjön. Ez olyan szinten felháborító, hogy nem tudom, mit kéne erre mondanom. Jó, ő nem levezetni jön nyilván, de egyetlen ez a gondolat is felmerül valakiba, hogy eljövök haza Magyarországra 10 millióért levezetni. Mondjuk, ha van olyan hülye, aki ezt kifizeti, és már látom, hogy és persze van, ahogy ezt a labdarúgásunk bizonygatja, akkor meg is érdemli. Tehát megint nem a játékost hibáztatom ezért, hanem egy ilyen komment mondjuk így simán mindenféle következmények nélkül úgy elhangozott a tévébe, és semmilyen sportvezetők labdarúgáshoz nem reagál, hogy persze, hogy nem kifizetne ennyi pénzt. Nem, ez teljesen természetes, hogy ő nem levezetné haza, és azért a havi 10 milliós összegért, közel 10 milliós, vagy több mint 10 milliós, teljesen mindegy. Őnek még tervei vannak a magyar labdarúgásban. De jó, baszki, marhára megtiszteltével, hogy terveid vannak, és nem pedig a cserepodon akarsz ücsörögni havi x millió forintért. Szóval nagyon nagyok itt a bajok szerintem, és nem is hiszem, hogy ez nagyon-nagyon változni fog, mert mindig ugye, afelé megyünk el, hogy kell egy jó magyar foci, ebből külön nincs teljesen egyetértek, de nem az az út, ez most már biztosan látszik, ami az utóbbi, hát közel 10 évben történik, hogy telenyomják a magyar labdarúgást, a magyar labdarúgókat pénzzel, és ugyanúgy nem változik semmi. Persze, van egy-két kiugró eredmény, utána nagy hús, ha a nemzeti összességet nézzük meg, hogy hol tart a labdarúgásunk, körülbelül olyan ott, mint ezelőtt 10-15 éve, 20 éve az előrébb volt, mint most, tehát ugyanott tart az egész, semmi nem változott. Az egy dolog, hogy játékosok kurva jól keresnek, és az a teljesítmény, amit nyújtanak érte, az pedig szerintem valahol kutyafasza. Elmondok egy érdekes sztorit ezzel kapcsolatban, egyik ismerősömnek a fia, 11-12 éves kisrác, még annyi sincs, talán 10 év körül van teljesen mindegy, és nagyon tehetséges labdarúgó, úgyhogy egyik akadémia már le is igazolta, és elbeszélgetett a sráccal, nem hülye gyerek, és mondta, hogy apa, úgy döntöttem, hogy nem fog tanulni, nyilván a kötelező iskolákat elvégzi, mert olyan jövőkép van
elé felrajzolva, amivel igenis 10 évesen hangsúlyozom, tudja már, hogy ebből nagyon királyon meg fog élni. És igazolnak is rácnak, teljesen egyetértek vele. Csak amikor látok, vagy látnak a szomszéd gyerekek, vagy bárki egy ilyen képet, hogy valaki egy sport teljesítményére, ami nem az a sport teljesítmény, hogy világszinten elismert, tehát amikor, és ne kell neveket mondani, valaki úszásba tönkreveri a világot, valaki, mit tudom én, atlétikába tönkreveri a világot, valakik olyan csapatsportokban, kajakkenu, bármilyen más, akár kézilabda, megmutatják a világnak azt, hogy igenis Magyarország ott van az élvonalban, akkor azt mondom, hogy kapják is meg a pénzüket rendesen, mert megérdemlik, és igenis azt mondom, hogy jól teszi, hogy reggeltől estig edz, és bizonyít, mert kapja meg érte a pénzét, és abszolút nem irigykedik rá az ember, és nincs egy szava, rossz szava se. Amikor azt látod, hogy megint másik történet, ezelőtt jó pár évvel kiöregedett focista ismerősöm, NB1-ből kiöregedett, vagy NB2-ből kiöregedett focista ismerősöm fogja, és azt mondja, hogy eljárkál megye, faszom tudja mennyibe, havonta is kap érte 2 kilót, meg állják a kajáját, mi a faszért dolgozzon még így plusz jövedelmény mellett, akkor azért ez marhán fölháborítja az embert, hogy mire, miért, honnan kerül egy megye akárhány osztályba játszó csapathoz egy olyan jövedelem, hogy egy játékosnak, aki ráadásul már a pocakjától menni is alig tud, havonta 200 000 forintokat ki lehet fizetni. Most gondoljátok el, sokan sokfelől néztek engem az országba, hogy valahol 200 000 forintért még akár 2 hónapot is kell dolgozni, nettó pénzről beszélek, és az emberek igencsak meg kell érte feszülni, valaki meg azért ilyen megy lötyögni egy-egy meccset mindenféle edzés nélkül, megkapja ezt a pénzt. És ez igenis csak a magyar labdarúgásban, van a sportágak közül, sehol máshol nem lehet érdemtelenül ennyi pénzt kapni. Visszatérve a 2 hírre, ugye Nikolicsra és a Alkainos Dzsuzsák Balázsra, sok sikert kívánok nekik, mindenkinek meg kellemes szurkolást a következő meccsen, és ugye várjuk, hogy mit hoz a válogatottunk, sikerül-e valamit összekalapálni, vagy valamit nem. Hát nem akarok pesszimista lenni, de van egy véleményem a dologról. Ne legyen igazam, én leszek az első, aki örülni fog, de ajánlanám azért a döntéshozóknak is, talán ezeken el kéne gondolkodni, ezeken a dolgokon, amik így elhangzanak, és hogy reálisan helyre tenni ezt a magyar focit, hogy hol van, meg hol a helye, és jövőben is milyen helyre kellene tenni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!